A videó támogatója a netrisk.hu, Magyarország piacvezető biztosítási portálja. Puszika vagyok, gyerekek, ismét road movie. Hát a hangom egy kicsit furcsa lesz. Már tudok beszélni, még már jön ki hang a torkomon. Megfáztam, mint a dög. Kicsit emiatt másik időpontban is jöttünk, kicsit később. Amivel jöttünk, ez lehet, hogy sok embernek ismerős lesz ez a kocsi a speedzonadásokból. Ugye ezt annak idején ők fóliázták le ilyen black-purple színűre. Ott is van rajta a speedzone matrica. Én attól az embertől vettem, akihez a speedzone után került. Amit el fogjuk adni, most egyelőre ez van, ezzel jöttünk ki, de már megvan. A sirokkót eladtam, és már megvan a sirokkó utódja, egy törött autó, majd lesz róla adás hamarosan. Addig is, ha szeretitek a road movie-t, akkor lájkoljátok, nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek aranyosan, kedvesen. Az egyik videó alá, videón mondtam, hogy kommentelni csak kedvesen, és akkor megkérdezi, fiatal, miért? Hát azért, hogy ne gyumparasztok. Mert nagyon sok ember tudja elragadtatni magát úgy, hogy nincs ott az ember. Jó helyen vagyunk, rendes autóbuszi kereskedőhöz érkeztünk. Ez áll az udvaron. Egy 458 Itália versenyautó. Meg van építve. Most ment el a tréler, ami hozta. Azért ez főnök, gyerekek. Ezt tudja. Júj! Hát ezt nagyon szívesen meghallgatnám, amikor ez beindul. Meg azért meg is zavarnám ezt nagyon szívesen. Ez egy kurva szép kocsi. Megkaptuk a kulcsot, Gerő már áll is vissza vele. Egy Porsche Boxsterrel jöttünk. Az a gond vele, hogy hát, hogy annyira nem rossz, körbe sem értük. Az előbb kiálltam, hogy ki tudjam nyitni a másik oldali ajtót. Az alig bírtam megtalálni rajta az egyest. A váltó kulissza, ez valami árulás van, mert a sebességek azok olyan nem nagyon vannak meg a helyükön. Még nagyon nehezen lehet kapcsolni az egyest, kettest, úgyhogy el is engedtük ezt a kérdést. Egy kicsit olyan kopottas a belseje. Nem mai autóról beszélgetünk, de azért Porsche-t nézegetünk, tehát nem ezt a szintet várom el egy Porsche-tól. Majd a következőt. Várom a kereskedőt. Én visszadom neki a kulcsot. De hát, hogy körbenéztek, meglehetősen komoly tőke koncentráció van. 11 darab Ferrari áll körben itt a szalomban. Vannak Porsche-k, Lamborghini. Van egy régi SL Merci. Nincsen szegény szag. Az előbb behallatszott, nem szép ez, Gerő már meg is hozta az ítéletet. Egy Kia Sorrentót nézünk. És itt a sárvédőn, itt van egy pici git, benéztünk innen erről az oldalról, és látszik is, meg tudom nektek mutatni. Olaj sincs benne. Csak ott. Itt vannak az egy kis pöttyök, ott. A sárvédői vonalban. Na, azok ki lett spotterezve a meghúzás. Szépen. Akkor a mellette lévő ajtó, ez a bal első ajtó, az is le van fényezve, egyébként gyári a kocsi. A belső az normális, hogy elkezdtünk hátrafele jönni. Föltűnt, hogy van egy csomó ilyen kis barna pötty, de talán a csomagtér fedélen látszik a legjobban. Van az a sok kis pötty.
Az gyerek a röprosda. Na ott lenne, nagyon jól látszik. Ezek a barna pöttyök, ez a mindent a röprosdának hívják. Ez úgy keletkezik, hogyha valami olyan helyen jár az autó, ahol a levegőben pici izzó fémreszkelék repked, ilyen lehet például egy villamos sín, ami felső vezetékes, és az áramszedőről például, ahogy dörzsölődik az áramszedő a vezetékhez, úgy a súrlódástól ilyen pici kis fémrészecskék repülnek a levegőbe, ezek rátapadnak a festékre, és így szépen elkezdenek barnulni, mint ezek. Na és ilyen van végig rajta. Vagy a közelben van valami lakatos üzem, és a földről is akár föl tudja szedni. Ott vannak ezek a kicsi kis pöttyök. És hát az autó így néz ki végig. Úgyhogy ez most itt fog maradni. De van még itt Pálási csomagtérben, itt végig húztak rajta valami bőröndöt, de úgy, hogy a szőrt azt teljesen kikaparták tövig. Mondjuk én csak kitakarítottam volna ezt az autót. Jó, nem attól, nem azért nem veszük meg, mert nincs kitakarítva, de hát azért pénzt kérnek érte. Másik oldalon az ülésen találtunk még egy ilyen szakadást. Ott van egy bőrhiba. Jó, a hangja vezetett szervizkémű van, mert minden. Árizd le! Nincs benne benzin, gázolaj. Az ember szólt, hogy ne járassuk, mert annyira nincs benne gázolaj. Na, úgyhogy az most itt marad. Akartunk venni még egy ugyanilyet, de ott az úriember egy márka szerviz volt, és korrektül elkezdte sorolni a hibákat, és már ott elengedtük a kérdést. Még itt van, hogy mutatok a Sorrentóval kapcsolatban. Nyilván mérnökök tervezik ezeket a teleszkópokat, csak marha szarul néz ki. Nézzétek meg ezt a teleszkópot, így rátett a mérnök egy ilyen műanyagot, ez azért jó, mert elkerülhetetlenül ide be fog folyni a víz, és elkezd rohadni. Szarul néz ki. Ha nem lenne rajta ez a forvédő, vagy nem tudom mi ez, koton, akkor nem lenne ilyen baja. Akkor lefolyna róla a víz. De így meg szarul néz ki. Mutatok valamit a teherautókat, és miért kell mosni. Ez egy 2008-as, 9-es Ducato. Oda nézzetek. Nézd meg az alvázat. Hogy néz ki? Kapja a sós dzsuvát végig, néznek, fossá rohadva nem sokára. Jó, azért ez lemezből van, de hogy néz ki? Ez, ha rendszeresen mosná, akkor nem lenne ilyen. Itt hát lukasra van rohadva a lemez. Plató sarka, hámlik. Jól sikerültek ezek a kis vezetőfülek is, picit sarosdásak. Jegyezzük meg a céget, ők csinálták, büszkék lehetnek magukra. Ott van az öreg Volvo, a néni most kért meg, most jött ki a mosóból, hogy tekerjen már vissza az antennáját. Olyan gyönyörű a kocsi, olyan fénye van. És hát ez egy igazi ilyen Óma autó, meg Opa autó. És ezeket még itt meg lehet találni, csak hát öreg Volvo-ban ezeket eldobálni, az öreg még ülnek benne. Ezeket így lehet találni. Benzinkúton láttunk a múltkor egy gyönyörű szép 3-as Golfot, olyan volt, mint az új. De hát ezeket nem tudod megvenni. Az öregek ülnek benne, amik meg nem hallak, mert hát őket ez már kiszolgálja, nincsen semmi baja. És aztán az örökösök meg nyilván majd elosztják családon belül. Egy Mazda márka szervízben vagyunk.
elmondta az úriember, hogy fasz a kocsi, 2020-as Mazda 2.5-ös automata, 50 ezer kilométer van benne, hát annyira nagy baj itt nem szokott lenni, de ugye mindig azt szoktam mondani, hogy oda kell menni, meg kell nézni. Körbevértük az autót, gyári fény. Hát elkezdtük nézegetni, láttam, hogy a két jobboldali keréken ott van egy kis patkázás, a hátsó keréken ugyanilyen. A Gerő már így meg is előlegezte, hogy ezt visszük. Elkezdtem még rajta sétálgatni körbe, ő is. Hát akkor ideértünk. Itt az ajtó két, vagy gumi, igen, ablak két, de bocsánat. Láthatjátok, kicsit meg van gyalázva. Átmentünk a másik oldalra, kinyitottam ezt az ajtót is. Ott is van egy pici. Ott is meg van gyalázva egy picit. Kinyitottam az ajtót, jaj de szép, jaj de szép. Jaj de szép. Meg van vágva az ajtókárpit. Utána idejöttünk. Gerő szól, hogy le van törve az ablak. Ott teszem elé a körmet, hogy lehessen látni. Ez ilyen 6-7 centi. Valamit betettek ebbe a vízvájúba, és valószínűleg rácsapták az a csomagtérfedelet, és hát letört a üvegből egy darab. Úgyhogy nagyon rendesek leszünk, és megadjuk a lehetőséget a Mazda szalonnak továbbra is, hogy árulják. Legyenek szerencsések. Itt vagyunk a következő autónál, egy Golf E. Gyerekcsomos Golf. Az autón gyári fény van. Valaki itt lakott, jól lakott. Lakott és jól lakott. A motortérben. Az autónak az ajtaja. Mutatom ott a fénytörésben. Látjátok? Itt végig. Be van hajolva. Hátul lökhárítom, pakolást nyom mindenhol. Tetőkárpit össze van kúrva egy csomó helyen. Ott be van horpadva. És kérdezem az embert, hogy szerviz történet. Hát írja a számítógép, hogy kéne csinálni. Na, az oké, okay, és az előzmények. Az aksi garancia. Csak kéne tudnom ezt vásárlás előtt. Hát akkor pechet van, mert ő nem tudja. Akkor jó. Akkor neki is pechje van, mert ezt most nem visszük. Megjöttünk a következő címünkre. Várnunk kell a kereskedőre még egy 10 percet körülbelül. És bejöttünk, hogy nézegedünk a telepen. Csodák vannak. Valami komoly égeső lehetett itt a környéken. Azért ez itt nem szerény. Fiúk nagy kamikázék, mert bevásároltak rendesen jégkáros kocsiból. Ott van a zárnégyes. Nagyon durván el van merve. Nézzétek, milyen adott teszem mellé a kezemet. Ott az ujjam. De van itt még durvább. Oda nézz. Mekkora égnek kellett itt esni? Az 1, 2, 3. Ütött oda. Festéket leverte. De hogy mutassak valami durvábbat is, ami értékben durvább. Maserati terepjáróból van a fiúknak 4, és mind a 4 szarrá van verve. Az van, hogy
eljöttünk, egy 20 percet autókáztunk még, és egy automoziban vagyunk, Münchennek a másik felén, és itt a háttérben láttok mellettem teherautókat, illetve nem is teherautók ezek, hanem mozgássérült szállító autók, és hát végül ezt választottuk itt a középsőt. Ezen nincs, ugye, nincs annyira sok hiba. 9 üléses van benne hátul, ez a szokásos mozgássérült emelő szerkezet. Itt van szintén egy fellépő. Ezen van ennyi. Meg ennyi. Hát, hogy mellette van, azt is néztük. Az itt van, meg van húzva. Itt meg van húzva. Ott meg van nyomorgatva. Ott is meg van nyomorgatva. Hopsz. És ebben nincsen csak 8 ülés. Úgyhogy végig is megegyeztünk abba az autóba. 1500 kilométert. Kilométert? Tiszta hülye vagyok meg. 1500 eurót engedtek az árból. Megyünk tovább. Itt vagyunk a következő címen. Német kereskedő, mobilszám, vonalasszám, mindet hívtam. Mobilt 3-szor vagy 4-szer, vezetékest 2-szer. SMS-t küldtem, mutatom, itt egy ilyen 60-as hölgy van, itt meg a fia. Mondom a hölgynek, ezt a számot ismeri? Ez mi céges szám? Mondom, és nem kéne felvenni. 400 méter után, forduljon balra. És akkor, mondom, hol van az autó? Ja, megadtuk. Szuper. Szuper. Egy Opel márka szervező vagyunk. Hívtam őket telefonon. Senki nem veszik fel a telefont, automata. Válaszol csak, hogy mindjárt kapcsolja. De félben valahogy hívás állandóan. Opel márka szervíz. Biztos nyitva vannak időben? Igen. Csak az értékesítő van, amely éppen nincsen. Mondtam, hogy hát kereskedő, hogy csak egy kulcs kell. Jó, elkezdünk nyomozni. Közben egy téblát voltam a szalomban, és van ott az a fehér Grand Land, benne volt egy hölgy, nézegette, téblábolok, nézzem meg, hát az nagyon szép volt, hogy nem, hogy ez a legszebb, és ez a szövé. Nagyon-nagyon megmutatja magával, meg az autóval. Oda hívott, nézzem meg, hogyan milyen csomagkart, hogy ez milyen szép belül. Hogy ez milyen szép kívül. Jaj, nagyon cuki volt őket, úgy örült az autónak, fel sem tudom mondani. Na, de nem azért jöttünk, hanem ezért. Opel Corsa E, villanyos kocsi. Tök jó néz ki. Ebben a színes szállításban szerintem ez főnök. Nagyon jó lenne a kocsinak. De. Itt van. 3-4 ilyen kis karc. A kocsi már túl van egy teli polírom. Innen elindul a karc, idáig. Itt elindul egy másik karc, itt lefordul. Innen megy végig erre, ott a vége. Az előző sofőr Schumacher ott sikerült a felnő oldalát meghúzni. A bal oldalinak mi nem találkozik a patkával. És nem ott találkozik a patkával. Azt is sikerült meghúzni. Na, ugye csak. Ott van még egy karc. Itt van még egy. Itt van még egy. Itt van még egy. Ez a felni kivételes a nép. Nem tudom, mi történt. Gyári értékek vannak a kocsin, de ott van egy szemét benne. Ott. Valamint, mert ott nem,
Most nem tudom, ez mi történt ezzel. Visszacsiszolták, ajtót cseréltek, mindegy is. Ott megint szét van patkázva a Felni. Hogy a bánatba tudja a Felni oldalát így megpatkázni? Ott le van húzva a lekerítő. Három éves kocsit fogni. Szerintem nem visszük. Ez a hatodik kocsi, amit megnéztünk, és egyet vettünk. És fiatal kocsikat nézegetünk, gyerekek, fiatalokat. Ez egy 21-es kocsi 30.000 km. Abból az Opel márka szervizből jöttünk a következő címre. Az pedig ez. Ha látjátok azt a furcsa fénytörést a tetőn, a tetőről leesett a hó rá a kocsira. A hirdetésben egy szó nincs erről. Az ember sem emlékezett meg, illetve ez az autó egy Németországban élő magyar honfitársunké lenne, és csak exportra adják el az autót. Hát az előző tölt a Verzótól jöttünk körülbelül 2 percet autóval, és itt vagyunk a következő címünkön, ami szintén tölt a Verzó. Egy évvel fiatalabb, mint a másik. 100, valami ilyesmi 1000 kilométer van benne. Több szép az autó, nem volt sérülve. Ilyen picik is karcok vannak rajta, de nagyon enyhék. Ott a matrica picit meg van sérülve. Amit láttok, az a Vaxnak itt a körvonala. Gyárilag van egy külfelvörödés elleni matrica. Ott van egy picike karc. De egy 2012-es autó, tehát azon most van egy-két karc, az megint egy másik történet. Meg az ár se annyi. Vele sincs. Tök szép a belső is, normális. Motortörés gyönyörű. De, hogy ne legyen minden annyira egyszerű, 17-18 óra között valaki jön az autónak megnézni. Itt hagyjuk a telefonszámot, és akkor majd felhívnak, hogy mi lett a történet vége. Nézzétek meg ezt a Cuprát, mennyire jól néz ki. Itt fényképezt a kereskedő. Ez a bronz kerék, ez zseni. Köszönet van. Jó, még látni is akarsz. Veszünk mindjárt törött Cuprát is. Rongyoltunk volna a következő címre. Föl is hívtam a kereskedőt. Megvan-e a kocsi? Igen, megvan. Jó, oké, akkor szeretnénk megnézni holnap reggel, mert már pont zárásra érnék oda. BMW márka szerviz. Mennyi van a hirdetésben? Mondom, 15.990. Itt a hirdetés. Jó az autó, mert 21-es kocsi. Rohadt olcsó. Ja, azt nem annyiba került. Hát nem, ne viccelj, nem, fönn volt az autó ugyanennyiért két napja, tegnap levették, és visszarakták ugyanannyiért. De az autó 21.000 euró. Ja? Akkor nem kérjük, köszönjük. Megérkeztünk a szobánkba, illetve külön alszunk, mert itt a megfázásom miatt állandóan fújom a zorrom, meg kölgök, aztán a Gerőt hagyom aludni. Béreltem neki külön egy másik szobát. De egy milyen menő helyen vagyunk. Ez Ulmnak a főtere. Az meg ott az Ulmi dóm. Jó magas. Reggel arra ébredtünk, hogy itt lett egy piac. Gerő jó járt, hogy nem velem aludt, az a lényeg. Kicsit zajos voltam éjjel. Még nem számoltam össze, de lehet, hogy tegnap lukrafudási rekordot döntöttünk. Rolgódik során. Következő autónk egy Golf E, gyerekcsomos Golf. A belső gyönyörű.
sehol semmi hiba. 11.000 kilométer van benne. Ez a bal hátsó sárvédő volt lefestve, van hát egy réteg festék. Illetve ez a jobb hátsó ajtó. Amikor a fényezéshez levették ezt a vízlehúzó csíkot, akkor az látszik itt a végén, hogy látjátok, ebben van egy fém merevítés. Gondolom, mit kezdte el az ember feszegetni, és akkor az így eltört a benne lévő lemez. Itt van két ilyen hajszálkarc, ez kipolírozható innentől ideig, meg innentől ideig. Ott van két kis karc, hát itt lejött a festék is. Ez nem kipolírozható, illetve itt ezen a ablakgumin, itt van egy olyan, nem tudom, tehát ilyen, ha a flex korong csapna bele a gumiba, akkor keletkezne ilyen sérülés, de itt a sárvédőn semmi nincsen, nem tudom, szélvédő cserénél valamit elrontottak a fiúk. Minden esetre van még egy másik autó, ami ugyanilyen, amit majd meg kell nézni az ügyfélnek, és annak a paraméteri egy picit jobbak, mind az évjárat tekintetében, úgyhogy most ezt íthatjuk, és majd kiderül a másik autó megnézése után. Na, itt vagyunk a következő autónál. A tegnap estét visszahívtam most az előbb. Ők nem hívtak, azt eladták. Egy újabb Toyota Verzo. Felhívta a figyelmet a kereskedő, nincs felkészítve az autót, amely föl lesz. Ott van egy pici harapodás, azt simán kinyomkodják. Ott van egy kis karc. Illetve itt van egy húzás. Még képek nélkül van a mobilén a hirdetés, nagyon friss. Rendesen nehezemre esik beszélni. Bemegyek és megbeszélem a sráccal. Leszervizelik a Toyotát, rendben rakják, új műszaki. Ugye ez egy Németországban élő magyar honfitársunknak megy, és úgy engedtek még 500 eurót. Forgalom következik, hajtson ki a harmadik kijáraton. Egy óriási hibát követtünk el tegnap, és most ezt pótoljuk. A Gerő még nem a videóban. De most teszik. Gyönyörködjenek a látványba. Parancsolj. Fogyózunk. Igen, fogyózunk. Mi ez? Retek, uvarika. Felhívtam a kereskedőt, hogy informálódjak az autóról, mert sok moslékot láttunk már. 20-as Mercedesről beszélgetünk. Mint az új. Itt a kocsi. És hát tényleg jó. Tényleg jó, azt kell megállapítani. Most már átnéztük a Gerővel Tövülőhegyire. Tényleg minden patent rajta. Nincsen semmi baja. Egy nagyon minimál hajszálkarcot találtunk. Mutatom. Ezt sikerült találni. Rajta egyébként teljesen patent az autó. Ez megjött a kereskedő is. A telepétől 800 méterre vagyunk egy ilyen bérelt parkolóban, ahol csak az autó itt tartja. Személyt ott kellett hagynom, és akkor adották a kulcsot. Sukára gép. Gyereke, mutatok valamit, látjátok ezt? Lotus Super 7. Lassíts. Jó, hát... Jó. És nézed, hogy mi van a hátulján? Német rendszer, érted? NK-soknak figyelőjébe. Egy Volkswagen márka szervizben vagyunk.
ismét egy elektromos Golf. Körbemértük az autót, és egy nagyon érdekes dolgot tettünk észre, hogy 200 mikron környékén van az egész autón, tetőn 220-230, de ugye eléggé egységesen annyi. A kereskedő mondta, jobb hátsó sárvédés, lökhárító látszik a Volkswagen rendszerben, hogy az van javítva, és elkezdtük végignézni az autót, és mindjárt mutatom, meg kell keresnem, meg az előbb egyből állt a szemem, ott van. Ha megnézitek, aha, ott látszik, ott észhez benne. Amit nem csiszolta ki rendesen, de az egész autó olyan, mintha telibe lenne fújva. Van az az autó gyártásban, amikor nem sikerül az járműnek a fényezése, és átküldik még egyszer a soron, és akkor szokott ilyen 200 környéki érték születni. Igen, ám csak ezen az autón a bal első ajtó és a bal hátsó ajtó, azon van gyári érték, a klasszikusan gyári érték a Volkswagennél 100-120-130 mikron, a bal hátsó ajtón egy picit már vastagszik, ott ilyen 160-70, és utána az egész autó 200 fölött van. Tehát, hogyha kapott egy gyári bundát még egyszer a gyárban, akkor a bal első ajtónak is annyinak kellene lennie. Az ajtó oszlopon ott van ilyen 130-40-50. Ott van egy másik ugyanilyen színű kocsi, az Gerő körbemérte, az teljesen gyári értéket mutat, ez meg olyan, mintha kapott volna egy teli bondát. Amúgy szép az autó, hogy mindjárt megérdeklődjük a kereskedőtől. Ja, az előbb a Mercit, azt megvettük. Tehát engedni nem engedték semmit az árból, de az autó gyönyörű volt, azt megvettük. Csak valaki írt a kommentbe, hogy szóljunk mindig, hogyha megveszünk egy autót. De nem egyértelmű a szövegkörnyezetből. A kereskedőnek mondtam, hogy hát az egész autó teriben van locsolva. Mondta, hogy hát nézzem meg, itt a számítógép, a TÜV által készített állapot felmérés ott van a számítógépén, ahol le van írva, hogy a két lökhárító és a jobb hátsó sárvédő van lefestve. Mondom, oké, én értem, csak megnéztem a mellette kettővel egy Golfot, mondom, azon gyári érték van, ezen meg a vezető ajtó kivételével minden vastagabb. Hát akkor úgy látszik, hogy Németországban a TÜV tök hülye, és ön jobban tudja. Volt a hangjában némi cinizmus, de hát tudok én ezzel élni, mindegy. Hát nem azt mondja, hogy a TÜV tök hülye, mert azért Németországban a TÜV az működik, de hát minden rendszerben lehet hiba, ahol ember dolgozik. Ez most így sikerült. Itt van egy másik, nézzétek meg. Ezen is rendszám van Németországban, érvényes műszaki van. Pedig azért az átszolva. Valami történt, mert aha, itt van, megállt a kamion. Volt egy óriási féknyom, és spaniferek, meg ilyen csomagrőzítő dolgok voltak az autópályán. De oda nézzetek, cápa BMW. De ezer éve nem láttam ilyen. És a 323-as, ez a lent egyeses váltós, ez volt a legmenőbb. Jöttünk egy órát, ismét egy Volkswagen márkakereskedés, és ismét egy elektromos Golf. Semmi hiba nincs rajta. Semmi. Tényleg, nem találtunk semmit. Se egy karcot, egy horpadást, egy bármit. A kereskedő mondta, hogy a hátsó lökhárítón volt egy pár karc, azt ők itt helyben levették, és megcsinálták. De gyári fény, normális gumik, két töltőkábel, 28.000 km van benne, gyönyörű állapotban van, végre. Most a kocsiban ülve elkezdtük átszámolni a tenepi napunkat, 9 darab autót néztünk meg, és a 9 darab autóból egyet vettünk meg, ez lukrafutási rekord, soha nem volt még ilyen.
A következő autónk egy Opel Corsa E, amilyet tegnap már ott hagytunk. Ugyanaz a színkombináció. Nekem ez üt. Ez a narancsárga fekete, ez rendben van nagyon. A hölgyek is imádják. A jobb első keréken van egy nagyon picike kis patkanyom, illetve a kereskedő mondta, hogy a jobb első ajtót és jobb hátsó sárvédőt egy karc miatt festették, és ennyi egyébként. Gyönyörű az autó, nagyon is felszereltségű, minden rendben van. Végre autót veszünk, ezt szeretem. De valamikor egyik most lépkos földről, nézzük a másik után. Ez szép kocsi. Visszük. Na hát itt vagyunk következő autónál, egy RAV 4-es nézünk. Szép az autó. Aztán lehajoltunk. És az ott, amit láttak, kedves nézők, az a kopöttyük, azok a húzatópad pofájának a nyoma. Itt megyünk hátra, szépen az a lemez itt el van görbülve. A másik oldalon is. Nem tudom, hogy ez miért van így elgörbülve, de jól megütötték, de miért volt ez húzatópadon? Úgyhogy ezt most itt, ezt nem annyira fogjuk megvenni. Nem látjuk a nyomát, hogy mi volt, de ezt nem visszük. Most ugye göthös vagyok, és kövök éjjel, meg fújom az ormat. Nem akartam ilyen gerő, hogy egy ágyban aludjunk, vagy egy szobában, meg egy ágyban. Jellemzően ez a felállás. És tegnap 225 eurót fizettünk a két szobáért, ott a Dómi fő, vagy a Ulmi főtéren. Most meg nézzétek, ezt 115-től lőttük. Egy két hálószobás apartman. Nagyon szépen be van rendezve. Nem a szokásos német ízléstelenség van benne, hanem normálisan néz ki. Teljesen szép. Ki volt írva, hogy bulizni, dohányozni tilos. Mondjuk ez normális is. A gyalupad. De rendes nagy szoba van. Szállítógép, mosógép. Tök igényes a fürdőszoba is. Nem tudom, hogy hogy érzitek, hogy javul a hangom. Én nem úgy érzem, hogy javul. A 115 euró élődtük. De mire befejezte a videózásra, Geri már intézte a lényeget. Ezzel leöblítjük a bacillusokat. Na reméljük, hogy a holnapi nap az fényesebb siker lesz. Csak reggel isztünk. Igen. Hát ez nálunk igen, ez előfordul, hogy nem eszünk egész nap, csak este utána. Na, egészségetekre. De jó. De jó. Ismét egy Mazda 6. Hát ez a másikhoz képest egy vadonatúj autó. Gyönyörű ez a szín. Ez nagyon üt ebben a ennél a típusnál. Nincsenek összebarmolva itt a gumik, amik az előzőn össze voltak. Ennek viszont le van fújva a komplett eleje, és le van fújva a jobb oldali ajtó, vagy baloldali ajtó. Nem volt levéve se a géptető, se a sárvédő. A Mazdánál ez ilyen matra van fújva, de ha látjátok, akkor ott van benne egy vonal. Ott volt elragasztva. Itt le is szedte a ragasztó a festéket. Illetve, hoppá, hogy mutassam meg. Itt látszik az a picike kis rész festésből, de egyébként semmi nem látszik rajta, hát gyönyörű az autó. Itt ezen az oldalon is, hát nem tudom, látszik-e, élőben látszik. Van itt egy ilyen vöm halvány vonal, ahol el volt ragasztva. Illetve villog benne a légzsák lámpa. Úgyhogy meg fogjuk kérdezni az ügyembert, hogy mégis itt mi a helyzet. Megkérdeztük a kereskedőt, és garanciában lett lefényezve a
az autó. Ez a piros festék marha jól néz ki, de nagyon keményen lakja, emiatt viszonylag könnyen keletkezik rajta a kavics felverődés, és ez is amiatt lett lefestve. Bemutatta a számítógépen, egy Mazda rendszere benne van, ott látszik gyönyörűen, hogy miért van lefestve az autó. A légzsák lámpát mondta, hogy megnézik, nem tudja, hogy miért virágít. Engedtek még 500 eurót, úgyhogy megvettük ezt is. Megjöttünk a következő címünkre. Itt van egy Capri. Benne egy Volvo Amazon. Itt a piros mögött van. Piros Mustang mögött van még egy Mustang. Fölötte még egy Mustang. És ott szerelnek egy másik Mustang rendszámot. Nem vagyunk rossz helyen. Ez az 560 kupé, ez pedig a tulajdonautója. Láthatjátok itt a műhelyt. Beütötték a fiúk rendesen a fejüket. Vannak Caprik. Egy 190-es, még egy Capri. Ott még egy Capri. Egy Mustang. Még egy Mustang. Egy Opel Manta. Van egy Jimny, nyilván meg terepjáró is kell, de ezért jöttünk, ezért Volvo Amazon. Mi körbenyálasztuk a gerővel, láthatjátok, hogy itt a gumin a fehér díszítés már elvált, de ez a legkevesebb, ami baja van az autónak. Óriási taknyolások vannak körben a kocsin. Itt ha benézünk a doblemezhez, akkor látszik, hogy ott használták a pasztát szépen, eltakarták a rozsdát, még így oldották meg ott a bumten átvezetését, de hát itt is össze van taknyolva. Nem ők csinálták, az látszik, hogy nem teljesen friss, hanem így vették. Na ott az gyönyörű. Tehát benéztek, ott látszik, hogy ezt valaki letűszentette alvázvédővel, nem annyira régen, és hát a rozsda, az konkrétan dobja szét a lemezt. Igazi moslém meló. Hát sajnos ebből a szögből nem látszik tökéletesen, de higgyétek el, hogy ott a két lemez, ahogy egymással van lapolva, ott van közt egy luk, hogy szétdobja a rozsda. Ott is jön ki a rozsda, szépen belülről dolgozik. Ott a vízevezető árok is hogy néz ki. Hát itt valamikor a művészünk lefestette az autót, akkor itt sikerült összefújni a gumikédert is, gyönyörű munka. Nézzünk bele, nem nyílik. Mi a bánat van ezzel? Jaj, belülről nyílik, igen. Mutatnám itt a csodálatos, lagatos munkát, ha felhajtjuk a szőnyeget. Én most járok a hegesztő iskolában, most fogok végezni májusban. Amikor nem tudtam hegeszteni még, semennyire se, akkor is különbet szartam, mint ez. Nézd meg, indokolatlan méretű ilyen varacskok. Borzasztó. Ott van benne, nézd meg, a hegesztődrót. Odaragadt, elvágta. Mellette ott a másik. Meg hát a hegesztés minősége. Tehát borzalom. Hát ez indokolatlan minden, ami itt történt. Ebben a formában. Borzalom. Nézzünk be csomagtartóba. Atya úristen, ezt nézd meg. Ezt nézd. Te ütőpaszta, ott lehet látni valami, rá van kendácsolva egy darab lemez, de már dobja fel a rozsda, reperezi szét az egész. Az igen, gyönyörű. Az gyönyörű. Na, ott is jön a rozsda. Nyilván tudjuk, hogy egy 100 éves autót nézegetünk. Senki nem azt várja, hogy új legyen.
A tulajdonos egy 72-es bogár, vagy a vevő egy 72-es bogára jár. Tehát pontosan tudja, hogy milyen erdőbe készül bevenni. Nézd meg ezt a lemez, látod? Ott van középen az a uszonyszerű lemez. Hát a másik oldalon is ott kéne legyen ugyanaz. De nincs. Csak a tákolás. Hogy néz ez ki, atya úristen? Ott is ott a tákolás. Hát itt valakinek volt egesztőgépe, és nem félt használni. Úgy gyönyörű az öreg Mustang. Most pattintották fel a rendszámot, a gazdája megy el vele. De itt nézzétek meg ezt a kombit. Azt tudom, milyen állat, én ezekhez nem értek. A kerék főnök le van ültetve a padlóra. Chevy Nomád. Most már tudom, mi ez. Meg van öregítve a fényezés, olyan, mintha ami rozsdás szar lenne, de nem. Ez ilyenre van csinálva direkt, mintha a rozsdás lenne. Vannak benne ilyen kis poénok, mint az a bőröntből csinált hangszóró. Svéd rendszám van rajta. A svédek egyébként, meg az északi népek nagyon élik ezeket a kocsikat. Gödöllőre bevinném azért az NKH-hoz levizsgáztatni, hogy fiúk, megjöttem a büszkével. Kéne rá egy magyar rendszám. Mit szóltok hozzá? Szerintem lefagyna a rendszer. Az így meglehetősen látványos az a tepsi így leültetve. Hát gondolom elrejtve van alatt, aztán megemeli, hogyha buzdul be. Érzem benne a bugit. Birtoklási vágyam nincsen, de azért gurulnék fel egy karikát, hogy mégis milyen ez az öreg V8, mikor szépen megy. A fiúk pontosan tudták, hogy mit árulnak, ilyen 40-es testvérpár volt. Klasszikus autókkal foglalkozó műveljük van, nyilván pontosan tudják, hogy egy vödör szar volt ez a kocsi. Tehát el kell adni, nyilván annyi pénzért vették, hogy nekik ez még így üzletileg jó legyen. És úgy éreztem, hogy laza fiúk, ezekkel lehet nyugodtan viccelődni, meg lehet itt bármit mondani. És akkor mondtam, hogy hát én értem, hogy öregebb, mint a Mikulás a kocsi. De hát azért ez egy, mondom, az a lemez munka, az szar. Tehát szebbet szarok, mint amilyen ez. És akkor röhögött nagyon a gyerek, és hát bólogatott vadul, hogy hát igen, ez szar. De elképesztő. Tehát egészen elképesztő. Hogyha valakinek, ha kezébe adok egy hegesztőgépet, és nem mondom el, hogy mit kell csinálni, akkor csinál ilyet. Gondolhatjátok, hogy néz ez ki a másik oldalról, amikor ezen az oldalon így van kendácsolva. A túlsó oldalon alulról, egy gondolom, telibe van küldve alvázvédővel az egész, hogy ne látszódja, hogy mennyire fos a munka. Itt vagyunk a következő autónál, ami egy Porsche Boxster. Átnéztük már a kocsit, a géptető, illetve bocsánat, ebben az esetben a csomagtartó fedél volt lefényezve. Egyébként az autó teljesen szép, ott van egy picike kis annyi. Picike hiba. Hát egyébként olyan, ahogy egy Porsche-tól az ember úgy elvárná, hogy hogyan nézzen ki. Nyilván 10 éves autó, de akkor is jó bőrben van. Itt a kilincsen látszik a gyűrűnek a nyoma, hogy ez meg lett karcolva. Amiért viszont ez az autó itt marad, az, hogy sajnos nagyon csattog benne a hidratőke, de úgy igazán. És hát értem én, hogy ez a kis Porsche, meg ezt nem annyira drága karban tartani, de akkor is ki kell belőle venni a motor, hogy hidrotőkét cserélje. Úgyhogy ez most itt marad. Egy Renault szalomban vagyunk, fölhívtam a telefonszámot, egy hölgy felvette a telefont, elkezdtünk beszélgetni, megmondtam, melyik autó. Persze, megvan, itt van, igen, a szalomban van. Szuper, jövünk. Ideértünk,
Oda megyek az értékesítőhöz, mutatom a hirdetést, melyik kocsi. Hát ez el van adva. Hát most beszéltem fél órával ezelőtt egy hölgyel, mondta, hogy jöhetünk, a kocsi megvan. Megnézte a rendszerben, az autó el van adva. Ó, mondom, de örülök nektek. Előtte fölhívott a piros Mazdának az eladója, hogy hát beszélt a könyvelővel, és nem adhatják el az autót, csak úgy, hogy ha viszünk egy német magánszemélyt, aki be van jelent a Németországba, annak eladják, és ő meg eladja nekünk. Vagy viszünk olyan kereskedő céget, akinek van EU-s adószáma. Mondom, ne vicceljél, mert hát több ezer autót vettem Németországban, ez hülyeség, az nem így van. De megkérdezte a könyvelőt, mondom, azt értem, csak a könyvelő nem tudja a jogszabályokat. Nyilván ezt a német lefagy ettől, mert hát a német könyvelő mondta, a német könyvelő mindent tud. És mondtam neki, így veszük az autókat, az egyiket a másik után autóházakból. Mikor vettünk? Mondom, hogy tegnap legutoljára egy Golfot. Jó, akkor elbizonytalanodott, jó, akkor visszahívja a könyvelőjét. Hát kiderült, hogy mégis megvehetjük az autót, fantasztikus, kéne egy másik könyvelőt keresni, aki ért ahhoz, amit csinál. Na, itt van egy Renault Zoe viszont, egy másik, mert hogy az értékesítőt kérdeztem, és nincsen másik Zoe. Nem béraksis, saját aksia van, és mondta, hát de van. És most vitték le egy ezeressel az árát, körbenéztük az autót, egy bal hátsó sárvédő van rajta, lefestve, egyébként tök szép az autó. Nagy aksis. Nem nagyon van itt a hiba. Ugye jobb oldali felniket szokták nagyon szépen lepatkázni itt a Schumacherek, de ez teljesen hibátlan. Gyönyörű a belseje. Úgyhogy majdnem úgy nézett ki, hogy lukra futunk, de a végén mégiscsak lett belőle autó. Louisburgban vagyunk egy ilyen kis családi házas övezetben, egy olyan hirdetőnél, aki privát és megadta a telefonszámát, de nem csak, hogy megadta a telefonszámát, hanem azt csinálta a telefonon, amit az embernek általában kell, felveszi, ha keresik. És itt van a büszke, amiért jöttünk, egy RAV 4-es, a bácsit nem mutatom, személyiségi jogok miatt, egy nyugdíjas bácsi az autó, és a fiával beszéltem végig, aki mondta, hogy hát a papa már nem vezethet egészségügyi okok miatt, úgyhogy emiatt kerül eladásra az autó. Ha megnézitek, az fényezésen olyan, mintha mat lenne meg rossz, de ez nem az, hanem valami rá van, nagyon finoman rá van fröccsenve. Újjal már lehúztam egy melejött újjal. Ez rohadt jól fog kinézni. Görével összenéztünk, amikor megláttuk a kocsit, és elkezdtünk magunkba vigyorogni. Ott van egy pici hiba, annyi. De hát amiket láttunk eddig, ott van egy pici hiba. És fogom, semmi sem emlékszem hirtelen, de ilyen 100.000 km körül van a kocsiba. Két garnitúra gumi van hozzá, alul felnézve szerelve. ...2011-es az autó. És... itt a bevásárlás. Ez még valaki elment bevásárolni. Most meghúzták az autót, mondta, hogy 3 héttel ezelőtt történt ez a karc. De egyébként egy tök patent autó. És Gerő, hogy össze is néztünk, hogy végre nem ilyen moslékos vödröket nézegetünk, hanem valami rendes kocsit, úgyhogy... sikerült meg is egyezni az autóban, 500 eurót engedtek, de jó áron is van. Csak hogy ne legyen minden olyan egyszerű, szállunk ki a kocsiból, itt vagyunk most már a szálláson, szállunk ki az autóból, és csörög a telefonom, fölhív egy kereskedő, ahol a Renault Zoe-t vettük, hogy hát elnézést kérde, hogy ő eladta az autót. Megállt bennem a szar, hogy mi van? Hát, hogy ne haragudjon, de ő eladta az autót. Mondom, várjál, mi voltunk ott délután megvenni az autót, én még kopasz gyerek. Ja, akkor jó, akkor neki, én vettem be a kocsit. Jó, akkor menjünk, akkor elkezdtünk röhögni,
Ide értük a szállásra. Itt az ajtóban van egy ilyen tábla. A bookingon kaptunk egy kódot. Az kérde be, hogy kinyílik az ajtó, megkapjuk a mágnes kártyát, ami nyitja a szabajtót. Nem működik. Jön egy vendég, az is megpróbálja, neki sem működik. Volt egy Berlin telefonszám itt a recepción, és ott 7 percet sikerült beszélni egy hölgyel, mire Berlinből beállított egy másik kódot, és akkor sikerült bejutni a szobánkba. Úgyhogy sikerszérien páratlan. A pénteki első címünknél vagyunk, a háttérben látható egy Audi RS6. Tegnap próbáltam őket elérni, de nem sikerült. Aztán meg folyamatosan néztük egyik csodát a másik után, és akkor mire megint hívtam őket, addigra bezártak. Hát van egy Verkauft felirat az ablakban, az nem jelent jót. Most bementem megkérdezni, mi a helyzet ezzel, és hát ellentmondó hírek jönnek, nem tudják, hogy el van-e már adva, vagy még nincsen. Hát a lényeg az, hogy lehet, hogy ez most nem a miénk lesz. Hát nagyon érdekes színe az autónak, ha ránéztek, akkor igazából zöld, de majdnem fekete. Belesüt a nap, akkor nagyon szép zöld, de ha árnyékos felét nézzük, akkor meg fekete. Körbenéztük az autót. A géptetőn van egy réteg festék, egyébként gyári rajta minden. Előkerült a kulcs, és hát az van az autóval, hogy banki finanszírozás ügyintézés alatt van. Tehát attól függ, hogyha megkapja az úriember a hitelt, akkor el van adva az autó, ha nem kapja meg, akkor nincs. És hát ez nagyon sokszor bebizonyosodott Németországban, hogy ez nagyon sok ember álmodozik. Vettünk már nem egyszer úgy autót, hogy visszahívott a kereskedő, hogy hát nem kapta meg a hitelt az ügyfél. Itt találtunk a kipufogónál, ott van egy picike kis hiba. Hát nem úgy gyönyörű az autó, hát nyilván egy RS6-osot úgy néz ki, mint hogy egy ilyen neki kell néznie. De az a lényeg, hogy most igazából nem tudjuk elvinni a kocsit, mert egy finanszírozás ügyintézés van. Meglátjuk, majd visszaszólnak maximum, hogy vihetjük vagy sem. Közben bementünk egy névjegy kártyáért a csarnokba, és előkerült az értékesítő, aki intézte a hitelt, úgyhogy mondta, hogy biztos, hogy el van adva, megyünk a következő címre. Megérkeztünk a következő autónkhoz, ismét egy 124-es Mercit nézegetünk. Majorkára jött az autó. A légszívvel egy picit rossz, de ez egyébként alul minden patentet. Itt elkezdtük körbenyálazni az autót. Csak behajoltam ide. És ott van a szemét benne, a fényezésnél. Ott meg van szakadva a kárpit egy picit. Ezek az alul lemezek, ezek mindenhol szarak rajta. Ott is ott a szemét benne az autóban. Ott rozsdásodik egy picit. Látszik a csavarok, hogy le volt véve, de mondta is most már, miután látta, hogy látjuk, hogy mit kell nézni, akkor mondta is, hogy sérül, hogy jöjjön, sérül volt, le van a festve, de ott látjátok a buborékot a festéken. Itt jön elő a rozsda. Ott le van szakadva egy tetőkárpit. Nem ezt keressük. Egy egészen másik kategóriát keresünk. Ott is ott a szemét benne. Ez nem amikor kint gyerekek. Ne felkészít. A tűzoltó készülék az jó. Ott is
rossz, de esetleg közül vacak. Volt én van a normál, igen. Hier, ich gebe Ihnen Karte von mir, ja? Danke schön. Genau, super. Ja, gyerekek. Ez itt marad. Man sieht Mallorca, man sieht die Sonne, ne? Man, ein bisschen, ne? Die Sonne, man sieht, ja. Das sieht man, ne? Mhm. Ja. Noch, ja. Mutogatja, hogy megszívta a nap. Tényleg megszívta. Jó, szét volt szedve a fényezés, ez látszik. Hát... valamit kapar elsz, Gerőfül. Na, ebben azt keres. Én is ezt gondolom. Na, menjünk. Próbál meggyőzni, hogy nagyon jó, hogy az autó, azt én értem. Csak szebbet akarunk. Nem tudom, hallatszik a videóban, néha időnként valami kopog. Elkezd koporászni. Be van szakadva a fa. Az alja, tehát van szakadva. Hát ez nem, amikor csinálj, gyere. Most hallod? Na jó, hát megadjuk a lehetőséget másnak, hát ha másnak, más jobban örülne ennek az autónak, mint mi. Hallod ezt a hangot? Itt vagyunk a következő címen, de nem ezért jöttünk, ezt csak azért videózom le, mert borzasztóan tetszik. A horzsol ebben a színben. Gerő Führ már kibontakozik. Ismét egy RS6. Ez megvan, itt van. Nincs még eladva. Van mellett egy e-tron GT. Azért ez, gyerekek, ez főnök. Ez pirosban is rohadt jól néz ki. Nagyon szép autó. Karbon tető. Nagyon tetszik a kiállása. Na, az eres tulaja megjött. Hát gyerekek, átnéztük. Már nem tudom, nagyon régóta nyálazzuk az autót, hibátlan. Hát így néz ki a belseje. Remélem visszaadja a kamera. Van benne egy ilyen, ha úgy esik rá a fény, akkor van benne egy ilyen kék tündöklés, de egyébként a kocsi fekete. Mondta a tulajdonos, hogy a vevő, hogy ez a kristályfényezés, majd mindjárt visszaívom, pont ő az. Hát gyönyörű az autó, gyerekek. Megvan a nagy érzés. Megvan a nagy érzés, amikor tudjátok, szoktuk mondani, hát ezt visszük. Mert olyan. Minden ezt, minden új. Volt gazdája. Tényleg egy ilyen megkímélt gyönyörű darab. Nem találtunk semmit, így fél olyan nézegetjük itt az autót. Van egy dolog, ami nagyon tetszik mindkettőnknek. A csomagtartóban betettek még egy ilyen extra védő réteget. Föl lehet hajtani így, ott a rendes gyári szőnyege. És ezen van egy ilyen. Mondjuk ezt minden autógyár figyelmébe ajánlom. Nem drága. És akkor nem cseszed össze a röghárítódat, mikor pakolsz bele. Ez itt néhány, öt darab kis csík, négy, bocsánat. Na, gyorsan megyünk, megkérdezzük, mennyit engednek a feléből, ezt visszük, mert ez egy bomba. Itt van a következő áldozatunk, egy kétszínű Opel Corsa E, amit már korábban néztünk. Azt az autót ott hagytuk, mert lekérdeztük a szerviz történetet az Opelben, és ötször volt bent az autó Opel márka szervizben, és ott van, hogy miért volt bent.
és egyetlen egy karbantartást sem csináltak meg 4 év alatt az autón, úgyhogy az akkugarancia az ugrott, és így meg sem vettük. Ezen viszont megvan csinálva minden szerviz itt a márka szervizben, ahol most vagyunk. Gyári fény van rajta, a szokásos patkázáson kívül semmi más nem találtunk rajta. Ott van lepatkáz a picit a felni, illetve a patka felüli oldal nyilván az már erősebb. Na, amikor a hölgy itt vezette az autót, azért az nem mindig sikerült. Megnézték a... Hát a jobb első, ami a patka mellett van, az azért meg van rángatva. Illetve ott. Belső ez teljesen szép. Igazából nincs arra, hogy nagyon mit nézegetni. Újszerű. Visszük. Itt vagyunk egy új márka szervizben, ahol már korábban vettünk autókat, szerintem autókat. Félvelejel beszéltem egy hölgyet telefonon. Mondtam, hogy mit szeretnénk. Oké, elérhető az autó, szuper. Jó, adja mindjárt az értékesítőt. Hát nem sikerült, kétszer beszéltem a hölgyel is, két nagyon kedves volt, aranyos volt, röhögcséltünk. És nem érte el őket, mire jöttünk. Megtaláltuk az értékesítőt, de hát az autó már nincs meg. Úgyhogy így jöttünk linkre. Úgyhogy megkérdeztük. Itt van még egyenes 6-os. Azért ez mad szürkében rohadt jól néz ki. Ebben is. Azt nézegettem, miközben itt vártunk az értékesítőre, hogy ezek az emberek tudnak ám rajzolni. Tehát ezek a kis törések, amik vannak az autóban, pont csak annyira, itt a lámpánál nézve meg azt, amit kiindul. Csak annyira, hogy még a szélesítést egy jobban, kicsit jobban kiemelje. A lökhárítóban is van, hogy legyen ilyen törés. Azért ez dög. Belenézzel azért így, főnök. Ide kijárni nem lenne jó, de nem lenne gazdaságos az út. A következő címünk egy ilyen autóház csoport, és az előbb voltunk már egy Volkswagen szalomban, onnan átküldtek egy óriási Mercedes szalomba, ahol volt egy csomó villanybicikli, meg mindenféle bicikli, is mellesleg csak úgy. Onnan most átküldtek egy, mert mondtuk, hogy kit keresünk, onnan átküldtek bennünket egy Skoda Volkswagen szalomba, és most leültettek, hogy várjunk, de egy darab használt BYD-t sem látunk, de még újat se, semmit se, várunk egy emberre, aki majd valamikor egyszer csak jön. Itt a büszke! BYD Atto! Design felszereltség! Hát a kölni szalomban láttam már ilyen autót élőben, egyébként még nem. Körbeszagláztuk, megnézegettük, a jobb hátsó ajtó volt rá festve. Majd mindjárt megmutatja a képben, hogy miért, mert nyilván az ám nyilván van tartva. Hát érdekes ez az egész világ, hogy milyen egy ilyen kocsi. Hát a fényezés, tudtam, az nagyon szép az a szín. Van benne egy ötlet, ami tetszik nagyon. Rendes gitárhív. Lehet itt gitározni. Egyébként egy egész normálisan megcsinált, bele van nyilván. Rengeteg autót láttam már, találtam már rajta egy kis minőségi hibát, amit mondta is, hogy mondott is a kereskedő, hogy megoldják. Elszakadt a cérna az ülés kárpiton egy helyen, ott bent, és felfes lett. Ott egy picit. Azt majd meg fogják csinálni. De amúgy tetszik. Vannak benne furcsa megoldások, de jól néz ki. Nyilván olcsó, hát a kínaiak most be akarnak törni a piacra. Azt hiszem, hogy sikerülni fog nekik.
egy picit még a belének kell javítani minőségben, és akkor ki lesz fújva Európa újja, vagy orra. Én gyönyörűen szétszedtem, minden vettem gyönyörű brúgót. Gyönyörű, kést otthon hagytuk, úgyhogy a Philadelphia fólia tetejéből csináltam kést. Jaj, Gabikának nézd. Készül a szendvics. Na, de nézd a Michelin csillagot. Jaj, hogy fog jönni a Gabika. Jaj. A jó hosszú útra előtt állunk. Teszünk rá. Nem vagyunk messze, picit se. Este mi van? Fél hét van, és 6 óra 20-at ír a navigáció érkezésnek reggel. Nem vagyunk messze 1003-ra. Jaj, Gabika, nézd, hogy fogja... Jaj, Istenem, milyen finom lesz. Ennyi jön az újadon is kell venni. Na, de mégis azért... Jó, mégis adjuk már maga módját, nem? Mégis valami eszköz. Egy picit hatékonyabb ezzel. De finom lesz. Hol a sajt? Hát, ott ez ki nem maradjon belőle. Nézem, micsoda eszközt faragtam. Figyelj, ma nem ettünk semmit. Nem. Hát igen, az a baj... Tényleg nem ettünk semmit, mert csak reggeliztünk. Igen, az a baj ilyenkor, mikor elindulunk így ki, hogy kint reggel, hogy kajálunk reggel a szálláson, és utána mini menet van, úgy, de ne álljunk meg, gyerünk, menet van, mert a következő cím, és hát aztán a kaja az mindig úgy, valami kis mag, vagy valami gyümölcs, zöldség, hasonló ilyeneket szoktunk enni bent a kocsiban. Na, van benne 4 gyönyörű szelet mortadella, legyen benne anyag. Várjál, hol a sajt? Desszert. Hol a bicskánk? Meséld el. Otthon, hát hol lenne. Legjobb hely ott van. Van a kocsiban egy utazó bicska, ahogy mindig benne tartunk. De most átköltöztem a sirokkóból ebbe, és hát a bicska is valahol van otthon szerintem. Van egy ötletem, hogy ki volt az, meg mi volt az, mind. Megkeressük a bűnbakot, az a lényeg, hogy nincs itt. Na, Gabika. Egy ilyen kis szerény buci. Oh. Szerintem egy 30 dekána, nem több, egyel sem. Na, jól jelensz ki, gyerek. Jól néz ki, de a saláta hol van belőle? Gabika, hogy fogja enni gyönyörűen? Várjál, zöldség. Ez még az otthonról hozott. De belen, de valami részek lesz. Igen, amúgy tényleg, ilyen mafiózó. Ebben jó lenne. Hívott Robert, hogy nem két nap ezelőtt. Ez egy kis Bodrogi Gyula. Szerintem süsüt tudnék szinkronizálni. Erre is paprika, tessék. Meg is vagyunk. Gabika, gyomhatod be fel a szendvicset. Na jó, sikerült. Na. Ezt megeszed kajakóba, lefekszel aludni. Megtartalak. Én már nem eszem, mert akkor is bekomálok. Gyerekek, egy egészen megdöbbentő, hogy milyen a hangom, az is megdöbbentő belülről is, amikor hallom, hogy világosban értünk haza, szerintem 2 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen. Reggel 5 óra 34 van. Most értem haza. Gerő lenyomott egy 17 órás műszakot a sofőrülésben, miután szépen megetettem. Nagyon gyönyörűen ment, ha jött hazáig. Tudtam picit aludni mellette. Egy olyan rekordot állítottunk föl, ami egészen megdöbbentő. Sosem gondoltam volna, hogy ez be fog következni. És sosem szeretném még csak megközelíteni, ha bár a rekordomnak ugye mindig az szokott lenni a sorsa, hogy jön egy fiatal titán, és majd megdönti, hát remélem az nem éleszek. A rekord pedig az, hogy 19 darab lukrafutásunk volt, és 8 darab autót vettünk összesen. 4 nap alatt. 8 kocsit vettünk. Tiszta szégyen, gyerek. Nézegettem itt a papírokat, nem hiszem el. Döbbenet. Na mindegy, hát majd fog ez még jobban is sikerülni, ez most így adta ki. Kommentekben szoktam mondani egy-két ember, hogy kopasz már csak a gazdagoknak az autót, mert ilyen drágákat veszünk meg, azokat nézegetjük. Hát ugye, van egy marha egyszerű közgazdasági
önszabályozó folyamat, hogy amit nem éri meg behozni, azt az emberek nem hozzák, az olcsó autóhoz képest nagyon sok a költség. A trélernek felment az ára, a szállásnak felment az ára, a mindennek felment az ára, muszáj voltam én is járat emelni, nem annyira dolgozom, mint ezelőtt 8 évvel. És például a szállások olyan szinten mentek föl, hogy régen, amikor egyedül jártam, akkor azért ilyen 40-50 eurókért rendszeresen aludtam. A Gerő elkezdett velem jönni, akkor utána már ilyen 60-70 eurókért tudtunk ketten aludni, most már ilyen 120 alatt szinte soha nem alszunk. 120-130 reggeli van egy teljesen normális szem. Hát az üzemanyag sem egy olcsóbb, a trélere sem, a kamion sem egy olcsóbban, mert neki is meg kell venni az üzemanyagot, meg hát minden drágább lett. Na, örülök, hogy velem tartottatok, és akkor a következő road movie már remélem rendes hangon tudok beszélni. Szevasztok! Lájkolni, kommentelni, de feliratkozást tudjátok, amit ilyenkor szokták csinálni. Kedvesen, valamisan kommenteljetek. Szevasztok!